Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy újabb videóban. A mai rész arról fog szólni, hogy milyen változások várhatóak a közösségi média felületeimen, legfőképpen egy felületen. És úgy gondoltam, hogy ennek szeretnék egy külön videót szentelni, mert hogyha csak egy vlogba teszem be egy adott kis blogként, akkor nem biztos, hogy megnézik pont azok, akiknek mondjuk ez szól. Szóval, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi lesz ez, akkor tartsatok velem. Az történt, hogy 2022. januárjában, ha jól emlékszem, hoztam egy olyan döntést, hogy megváltoztatom a Kramoncz Tanya nevet Schindler Ildi névre, és minden felületemen Schindler Ildiként, tehát saját magamként fogok posztolni. Ennek több oka is volt, beszélek róla egy korábbi videómban, úgyhogy ezt most nem szeretném újra megosztani. De az a lényeg, hogy nem éreztem már teljesen magamének a Kramoncz Tanya elnevezést, és mindenképpen szerettem volna a saját nevemmel kommunikálni, és ez nem csak azért van, mert hát én bevallom őszintén, én nagyon szeretem a saját nevemet, hanem azért, mert így látom most saját magamnak komfortosnak ezt. Szóval ez a változás történt, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 22. januárjában szüntettem meg ezt a Kramoncz Tanya elnevezést, és ugyanekkor pedig megszüntettem a Facebook csoportomat is, illetve nem megszüntettem, hanem csak így hibernáltam, vagy szüneteltettem, vagy nem tudom, hogy hívják ezt pontosan, mert hogyha követtek, akkor tudjátok, hogy jelen vagyok itt a YouTube-on, jelen vagyok TikTokon, Instagramon, van egy Facebook oldalam, Pinteresten is megtaláltok, illetve egy Facebook csoportot is indítottam annak idején. A Facebook csoport is olyan néven futott, ami már nem azt a tartalmat közvetítette, amit én úgy általában csináltam már. Amikor a csoportot létrehoztam, akkor tényleg teljesen ilyen vidéki élettel kapcsolatos tartalmak voltak nálam. Viszont ugye, ahogy én változtam, változott a csatornám is, megváltoztak a tartalmaim, és már egyszerűen nem is tudtam olyan posztokat csinálni, amik kifejezetten csak a vidéki élettel kapcsolatosak, meg már nem esett jól csak abban a témában kommunikálni. Tök érdekes dolog ez egyébként, hogy az ember változik, hogy mennyire megváltozik körülötte is minden. A csoport neve egyébként az volt, hogy vidéki élet, ahogy mi látjuk, és annak idején, amikor a Kramoncz Tanya indult, akkor a Kramoncz Tanya is vidéki élet, ahogy mi látjuk néven futott, mert tényleg ez egy olyan csatorna volt, ahol a vidéki élettel foglalkoztunk, és akkor nyilván nem gondoltam arra, hogy ez ekkorára nőhet, és hogy más témák is érdekelni fognak majd. De elérkezett egy ilyen fordulópont tavaly, és akkor ugye szüneteltettem, vagyis hát nem tudom, mit csináltam vele, de ki is írtam, hogy megszűnik ez a Facebook csoport, és ezt úgy hagytam is. A Facebookot olyan sokat nem használtam, mert inkább én a videózásban találom meg jobban magam, és a TikTok videók gyártása is nagyon tetszik, meg a YouTube videók gyártása is, mindegyik másért. Meg a blog cikkek is egy kicsit ritkultak, pedig írni nagyon szeretek, úgyhogy ezt szeretném a továbbiakban majd visszahozni. Ahogy telt az idő, jöttek ilyen különböző változások az életemben, és többen kérdeztétek, vagyis több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy nekem nincsen Facebook csoportom, és tök ciki volt így mindig magyarázkodni, hogy hát van, de igazából most szüneteltetve van, meg nem tudom, hogy én ezt akarom-e, és akkor stb. És akkor valamikor tavaly ősszel, igen, azt hiszem, hogy tavaly ősszel, döntöttem úgy, hogy jó, akkor kezdjük újra ezt az egész Facebook csoportot, mert engem is érdekelt a dolog, hogy vajon miért nem indult be ez úgy, ahogy én akkor szerettem volna. Nyilván nagyjából tudom a hibákat, amiket elkövettem, de most szeretnék ezen változtatni. És akkor ősszel elindítottam, nagy hévvel, aztán az úgy megint abba maradt. És megint jött üzenet, hogy
most akkor csinálom, vagy nem csinálom, vagy mi lesz ezzel a csoporttal. És teljesen jogos volt a kérdés, és akkor így elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen igaz, hogy van nekem a YouTube csatornám, ahol tudunk egymással kommunikálni, kommentelni, de annak idején, amikor létrehoztam ezt a vidéki életet csoportot, azt azért hoztam létre, hogy ez egy kicsit ilyen személyesebb legyen, tehát akár ott kicsit bensőségesebb témákat is meg tudunk beszélni, és ezért gondoltam arra, tényleg fektessünk időt ebbe a Facebook csoportba, és tényleg tök jó lenne az, hogyha ott tudnánk egymással kommunikálni. És nem csak arról szólna ez a csoport, hogy én osztok meg tartalmat, meg én írom ki az éppen aktuális gondolataimat, hogy mi foglalkoztat, hanem az érdekelne leginkább, hogy titeket mi foglalkoztat, és tök jó lenne, hogyha elindulna egy ilyen párbeszéd, egy ilyen kis közösség születne meg, ami már megvan, csak így jobban így egymásra tudnánk hangolódni, vagy értitek? Szóval mit szólnátok ehhez, hogyha találkoznánk ott a Facebook csoportban? Ja, ami az egyik fontos dolog, hogy a csoport már nem ezen a néven fut, hanem most átneveztem ilyen ideiglenesen Shieldus életmódi csoportnak, tehát így fogjátok megtalálni. Azért Shieldus, mert Shieldus a becenevem, ugye a Schindler Ildiből jön. Mindegy, ezt egy korábbi munkahelyemen kaptam a Shieldivel együtt, és nagyon szeretem ezt a két nevet. Szerintem a blogomon így is vagyok amúgy felhasználóként, ha jól rémlik. Azóta is, és most így hívják ezt a csoportot, így már nem találják meg azok az emberek, akiknek nem releváns a tartalom, hiszen ugye ez is átalakult. Tehát nem feltétlenül azt fogjátok látni ebben a csoportban, hogy vidéki élettel kapcsolatos témát posztolunk, hanem bármit, ami így ezt a közösséget, a mi közösségünket érdekli. És tök szeretném, hogyha így beindulnának beszélgetések, hogyha jól éreznénk magunkat a csoportban, és kialakulna egy ilyen, tényleg egy nagyon szuper közösség. Szóval, hát én azt hiszem, hogy elkövettem azt a nagy hibát, hogy tavaly januárban befagyasztottam ezt a csoportot, és akkor ott így megállt a dolog, de remélem, hogy segítetek ebben, és ti is úgy gondoljátok, hogy jó lenne egy ilyen felület, ahol tudunk kommunikálni, és nem csak az, hogy én velem tudtok kommunikálni, hanem egymással is, tehát, hogy egymásnak tudunk segíteni, ötleteket adni, tippeket adni, ki hogy csinálja, ki miért úgy csinálja, ki miért úgy gondolja. Szóval szeretném, hogyha ilyen mélyebb beszélgetések alakulnának ki a Shieldus életmódi csoportban. Most így hívják a csoportot, és 27 napig nem is változtathatok rajta, de majd még meglátom, hogy ez változik-e vagy sem. Én szeretem így is, mert ez úgy érzem, hogy igazán én vagyok, de majd ez még kialakul. Jelenleg nem túl sok poszt van még, ami friss. Egy egyszerű kérdésre kell válaszolni ahhoz, hogy be tudjatok lépni a csoportba, és akkor én jóvá hagyom a jelentkezéseteket, aztán akkor indulhat a kommunikáció. És nyilván ellenőrizni fogom mindig, hogy mi zajlik a csoportban, hogy miket posztoltok, és én fogom jóvá hagyni őket, tehát átmegy rajtam tulajdonképpen. De én bízom benne, hogy erre nem nagyon lesz szükség, hogy ezeket így nagyon ellenőrizgessem, mert megbízok bennetek, és remélem, hogy tényleg nektek is az a célotok, hogy tudjunk egymástól tanulni. A vidéki élettől kezdve, életmódon keresztül, otthondekorálás, lakásszépítéssel kapcsolatban, életmóddal és önfejlesztéssel kapcsolatban tudtok tájékozódni, kérdezni, beszélgetni egymással, és nagyon-nagyon szeretném tényleg, hogy ez működjön. Viszont ehhez szükségem van a segítségetekre, és ezért szerettem volna egy külön videót szentelni ennek, mert tényleg fontosnak tartom, hogy azokhoz eljusson, akik igazán aktívak egyébként is a YouTube videóim alatt, és hát igen, bennetek bízom, hogy elindítjuk ezt a jó kis csoportot, vagy hát újra élesztjük. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha érdekel benneteket ez a csoport, akkor léci csatlakozzatok, és kövessetek a többi felületemen is, tudjátok, amit elmondtam a videó elején is, hogy van Facebook oldalam, blogom, mert azt szerintem kimaradt, a schindlerildi.hu oldalamon is tudtok olvasgatni tőlem, hogyha éppen olvasgatni szeretnétek, aztán ugye van a YouTube, a TikTok, Instagram, Pinterest,
és most újra él a kis csoportom, úgyhogy Sildusz életmódihoz gyerünk csatlakozni. Vigyázzatok magatokra, és köszönöm, hogy meghallgattátok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!